2020. július 24-én lett volna a tokiói olimpia hivatalos megnyitója, de mint ismert, a koronavírus miatt egy évvel elhalasztották a 32. nyári ötkarikás játékokat. Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár és Schmidt Pál, a nemzet sportolója üzent azoknak a magyar sportolóknak, akiknek egy évet még várniuk kell arra, hogy megmérettessék magukat a világ legnagyobb sporteseményén. Nagyon nehéz egy ilyen esetben mondjuk azt mondani, hogy motiváltak legyenek, de ez a legfontosabb, hogy megtartsák maguknak, és a szakemberek is ezt segítsék a sportolóknál, hogy motiváció és célokat ki kell tűzni, újakat kell találni, de ez az elmúlt időszak ez erről szólt, úgyhogy volt olyan sportoló, akivel beszélgettem, és azt mondta, hogy ő még motiváltabb ezáltal, úgyhogy nincsenek egyszerű helyzetben, de ebből a legfontosabb, hogy mi jöjjünk ki előnyben. Úgyhogy azzal, hogy az élsportolóknak meg tudtuk adni a lehetőséget, hogy a legkésőbb zártuk be a sportlétesítményeket, leghamarabb nyitottuk ki nekik, ezzel talán tudtunk segíteni abban, hogy tudjanak készülni, és tudják azokat az újabb célokat maguknak felállítani, amelyeket, hogyha tényleg kitűznek maguk elé, akkor teljesíteni is tudják. Mint sportvezető ezt megéltem, de mi sportoló, hál' Istennek nem. Közel volt ahhoz, hogy a müncheni tragédia után a montreali olimpiai játékokat biztonsági okok miatt töröljék, de végül is erre nem került sor. Az üzenetem az, hogy nem szabad feladni. Véleményem szerint a világ tudománya, az egészségügy, mindenki összefog, hogy ezt a gonosz vírust legyőzzük. Előbb-utóbb megtalálják az ellenszerét. Előbb-utóbb biztonságosan lehet majd Tokióba is utazni. Akik idáig ebben bíztak, hogy az idén lesz az olimpiájuk, azok most mutassanak akaraterőt, vizsgázzanak, csak azért isból, hogy az az egy év múlva is ott lesznek. Ennyit tudok üzenni, hogy nagyon sokan dolgozunk azon, és a világon nagyon sokan, hogy az az olimpia megvalósuljon.